tujakivágási munkálatokat végez a Gamesz az Árpád utcai temetőben. Az egyik fő közlekedési aszfaltút mellett húzódó növénysort újítják fel. Ez a járda vezet a világháborús emlékműhöz. Az ott lévő tujasor fajtájából adódóan számos problémát okozott az utóbbi években. Jellemzője, hogy több törzse van, melyek fiatalon oszloposan összetartottak, ám az elmúlt időszakban már a vázágak és ezzel együtt a korona is elterült. Az elmúlt 5-8 évben a díszsírhelyekre temetettek hozzátartozói nagyon sok panasszal és kéréssel fordultak hozzánk. Nem lehetett már megközelíteni a sírokat, nem tudták letisztítani a sírokat, kegyeleti alkalmakkor sem tudták megközelíteni, mert a tuják rombja ránőtt. Bizonyos esetekben ez némely vázág elkezdett dőlni balesetveszélyesen a sírok felé, tehát a legnagyobb probléma az az volt, hogy a gyökerek alá mentek a sírkövek alá. Ezek a gyökerek aztán elkezdték felemelni a sírok körüli járdákat, néhány helyen pedig már a sírkő műszaki állapotát is veszélyeztették. Mivel a növénysor jelentős látképi eleme volt a temetőnek, évekig húzódott a döntés a kivágásról, ám a Gamesz vezetőinek elmondása szerint ezt tovább már nem lehetett halogatni. A kivágás komoly munkát jelentett, hiszen a terep egyenetlenség miatt gépi rásegítés mellett, de főként kézi módszerrel tudtak csak dolgozni. A felszín elrendezése után tavasszal kiskoronás, fényes levelű galagonyasort fognak ültetni a kivágott tuják helyére.